Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a top 10 leghihetetlenebb orvosi műhibát vizsgáljuk meg. Your mental state may have clouded your judgment, may have made you a less competent doctor. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban az orvosok és nővérek által elkövetett legborzasztóbb műhibákat vesszük górcső alá. A munkájuk természetesen nagyon fontos és nehéz, de ezek komoly és néha végzetes hibák, amiket a listánkon most felsorakoztattunk. 10. A termékenységi klinika rossz spermát használta. Amikor Thomas és Nancy Andrews családalapításba kezdett, a modern orvosláshoz fordultak segítségért. A kislányuk 2004-ben született meg, de a kaukázusi apától és a spanyol származású anyától eltérően Jessica, a kisbaba, fekete volt. Az orvos kijelentette, hogy a gyermek állapota egy rendellenesség, és biztosította őket, hogy bőrének színe idővel kivilágosodik majd. A 3 DNS teszt azonban más mutatott, és végül kiderült, hogy Thomas nem Jessica biológiai apja. Az Andrews házaspár beperelte a klinikát és az orvost is, később pedig azt nyilatkozták, hogy minden alkalommal, amikor lányukra néznek, csak a klinika hibája jut az eszükbe. 9. Az epehólyag helyett a vesét távolították el. 2006-ban a Massachusetts állambeli Milford városában egy 84 éves idősasszonyt epehólyagja eltávolítása miatt műtöttek meg. Laparoszkópos műtétet terveztek, melynek során a sebész egy kis bemetszést ejt a páciens testén, és különböző eszközökkel végzi el a műtétet. A közben fellépett hirtelen duzzanat és gyulladás miatt Patrick McKinney nyitott műtétre váltott, de ennek során a páciens epehólyagja helyett a vesejét távolította el, a hibát pedig a patológus vette észre 3 nap múlva. A betegnek végül nem volt szüksége epehólyag műtétre, mert állapota javult, így McKinney is tovább praktizálhatott, bárcsak felügyelet mellett. 8. A szükségtelen kettős masztektómia. Képzeljük csak el, hogy milyen sokkoló lehet egy 35 éves egyedülálló édesanyának hallani, hogy mellrákja van. Derry Easton és orvosai kezébe adta életét, akik kettős masztektómiát javasoltak neki, hogy csírájában folytassák el a betegséget. De aztán kiderült, hogy nem is volt rákos. Egy labortechnikus állítólag elkapkodhatta munkáját és összekeverte Easton eredményeit valaki máséval. Basically you didn't have cancer and you never did. Easton egy meg nem nevezett összegért perelte be a klinikát, és arra biztatta a pácienseket, hogy kérjenek egy második biopsziát is a kezelés megkezdése előtt. 7. Fúrás a koponya rossz oldalába. 2007-ben egy 82 éves idős nőnek műtéti segítségre volt szüksége a Rhode Island Hospitalben, hogy megállítsák a vérzést az agyában. A CT vizsgálat kimutatta, hogy a vérzés a koponya bal oldalán van, de az idegsebész mégis a jobb oldalon kezdett lyukakat fúrni. A hibát észlelték, a sebész pedig a szokott módon folytatta a fúrást a bal oldalon. Sajnos ez a hiba abban az évben még kétszer megismétlődött, az egyik idős beteg pedig elhunyt pár héttel a műtétje után. A harmadik eset után a Rhode Island Hospitalt $50,000 bírsággal sújtotta az egészség ügyi minisztérium, mert aggasztotta őket az ismétlődő séma a műtőteremben. 6. Betegek testében felejtett sebészeti eszközök. Sajnos nem szokatlan, hogy a sebészeti eszközöket benne felejtik a páciens testében, ilyen volt például, amikor egy szivacs maradt a floridai Nelson Bailey bíró testében, vagy Donald Church szokatlan esete is. Miután hasi műtéten esett át, hogy eltávolítsanak egy daganatot, Church extrém fájdalom miatt visszament egy CT vizsgálatra. Kiderült, hogy az orvosok egy 33 cm-es retraktort hagytak Church testében. Szerencsére a hiba nem volt tartósan rossz hatással az egészségére. Why don't you come out? Come in Monday morning, we'll take that out free of charge. That was his words. A kórház azonban végül $97,000 fizetett neki a hiba miatt. 5. A rossz here eltávolítása. A 47 éves Benjamin Hutton fájdalomra és bal heréjének zsugorodására panaszkodott, a West Los Angeles VA Medical Center orvosai pedig gyanították, hogy rákról van szó. Azonban vazektómiát tanácsoltak, de a műtét közben az orvosok nem a bal herét, hanem a jobb oldali egészséges herét távolították el. Az egészséges here nélkül az úriember szervezete nem termelt elég tesztoszteront, amelyre szüksége van az egészségügyi problémák elkerüléséhez. Több mint $200,000 perindult a jövőbeni egészségügyi költségek és a károk fedezésére. 4.
Tudatosság az érzéstelenítőkkel kapcsolatban. Az emberek egyik legnagyobb félelme a műtétekkel kapcsolatban az, hogyha felébrednek a kellős közepén. Sherman Sizemore helyzete rosszabb volt, mert soha nem is aludt el. A baptista prédikátort 2006-ban a Raleigh General Hospitalbe szállították felderítő műtétre, és izmai ellazítása véget kapott gyógyszert is, viszont az anesteziológusok elmulasztottak adni az általános érzéstelenítőből, ami eszméletlenné tette volna őt. Elképesztő fájdalmakat élt át, a folyamatos rémálmok pedig a műtét után egy hónappal az öngyilkosságba hajszolták. A családja beperelte a kórházat. Dear God, come and take me now, because I can't deal with this. Harmadik, nyitott szívműtét a rossz betegen. Ezt a hibát olyan könnyű lett volna nem elkövetni. Egy páciensen végeztek volna egy beavatkozást, hogy feltárják az esetleges agyi aneurizmákat, de az előírt agyi angiográfia elvégzése után a beteget a rossz emeletre küldték. Ott egy másik csapat fogta a pácienst és végzett rajta egy szívműtétet. A műtét már egy órája tartott, amikor az orvosok kaptak egy hívást arról, hogy azonnal szakítsák meg a beavatkozást. Szerencsére a páciens stabil állapotban hagyta el a műtőt, de az még nem változtat azon a tényen, hogy már eleve oda sem kellett volna kerülnie. Második, a rossz láb eltávolítása. Talán ez a sebészeti szerencsétlenségek egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott esete. 1995-ben Willie Kingnek amputálni kellett az elhalt lábát. Egy sor orvosi műhiba, például a beteg egészséges lábának feltüntetése egyes grafikonokon, majd a műtőben lévő táblán az egészséges láb levágásához vezetett. Bár dr. Rolando Sanchez pénzbírságot és felfüggesztést is kapott, mindvégig kitartott amellett, hogy nem hibázott, mert állította, hogy az eltávolított láb is rossz állapotban volt, és előbb vagy utóbb azt is le kellett volna vágni. Sanchez-t más sebészek is megvédték, állítva, hogy a sebészek 90%-a elkövette volna ugyanezt a hibát. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, rossz szív és tüdő transplantáció. A 17 éves mexikói lány Jessica Santillán Amerikába utazott, hogy orvosi segítséget kapjon életveszélyes szívbetegsége miatt. Orvosa dr. Jaggers egy kiváló gyermeksebész volt, aki Santillán előtt már vagy 100 transzplantációt elvégzett. A műtét simán is ment egészen az 5. óráig, amikor is szóltak az orvosnak, a donor vércsoportja A-típusú, Jessica viszont nullás. Nem sokkal később a lány kómába esett, és bár Jaggers majdnem 2 héttel később egy második donorral próbálta kijavítani hatalmas hibáját, Santillán sajnos nem sokkal később meghalt. Veletek történtek már hasonló borzalmak a kórházakban? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!